Mindenki olyan 750 millió forint értékben részesült, összességében több mint 28 milliárd forintot költöttünk a 4-1-3-as pályázatokra. Az iskola felújításokra ez 418 projektet jelent, mintegy 490-nél is több telephelyen. Az országos adatokat ismertette Hajnal Gabriella, a Klebersberg Központ elnöke. Ebbe a programba illett bele a Szekszárdi Babics iskola korszerűsítése is, melyet az intézmény fenntartó Szekszárdváros önkormányzatának közreműködésével vezényelt le. Ácsezső polgármester azt mondta, ez a fajta összefogás vezetett eredményre minden az oktatást segítő pályázat esetében. Talán az egyik legfontosabb üzenet az, hogy ha Szekszárdon van egy jó kezdeményezés, akkor ahhoz könnyű partnereket találni, és ha talál valaki partnereket a kezdeményezéséhez, akkor az meg is valósul. Itt az oktatásban erre több példánk is van, hiszen a DNS-ben, a Bakában, az elmúlt esztendőben a vizes blokkokat felújítottunk, azzal 1100 gyereknek és 200 pedagógusnak tettük jobbá a mindennapjaikat. Ennek a gondolkodásmódnak a folytatása az, hogy most a tankerülettel fogtunk össze, és a Babics iskolában újítottuk fel a homlokzatot egy részét. A teljes beruházáshoz és felújításhoz a város 3 millió forinttal bejárult hozzá. A rekonstrukció további költségeit a tankerület állta. A tankerület saját forrásából felújította az iskolának a fűtésrendszerét, erre közel 14 millió forintot szántunk, lecseréltük a kazánokat, és korszerűsítettük a melegvízellátást, és hát az önkormányzattal közösen valósítottuk meg az épület földszintjén a nyílászáró cseréket, amire a pályázatban már nem volt forrás. Ácsezső polgármester bejelentette, az év végén kezdetét veszi az úgynevezett munkacsarnok felépítése az intézményben, melyet a Babics iskolában is megfelelő tornacsarnok áll majd a tanulók rendelkezésére.